A színfalak mögött hegedű, furulya és énekhangot hallani. Pár perc és kezdődik a szombat délutáni forduló Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A Halmos Béla népzenei találkozón idén 116 produkciót láthatott a közönség és a szakmai zsűri. A 18. Halmos Béla országos népzenei találkozó. Nagyon fontos rendezvény ez, hogy nagy múltú, ebből a számból lehet tudni, hogy ez egy nagyon nagy múltú rendezvény. Én azt hiszem, hogy kezdetektől fogva figyelemmel kísérem zsűritagként, most az utóbbi években zsűri elnökként, és hát azért örülünk ennek nagyon, ennek a bonyhádi találkozónak, mert mindig egy országos merítésből tud az ember tájékozódni. Én magam alap közép és felsőfokon is tanítok, most alap és felsőfokon, és ilyenkor az ember visszaigazolást kap arra, hogy most hogyan is áll ez a mozgalom. Nagyon nagy eredmény az, hogy a népművészeti hát területek bekerültek a művészetoktatásba, különösen a zenének örülünk, és az, hogy most már a teljes spektrumban kialakult, ez egy halatlan nagy siker, és ilyenkor az ember érzi azt, hogy visszaigazolást kap arról, hogy ez egy fontos terület volt. A magyar népi hagyományok ápolásáról és arról is szűk keresztmetszetet ad az országos találkozó, hogy újabb és újabb generációk nőnek fel, akiknek ugyanúgy fontos a népzene, a zenei és ezzel együtt a történelmi és erkölcsi gyökerek, mint elődeinknek. Erről tanúskodnak az országos TV csatornákon évek óta nagy sikerrel futó tehetséggondozó versenyek is. Ha csak a szakma értesül arról, hogy hányan és milyen magas színvonalon, foglalkoznak a hagyományos zenei nyelv fenntartásával, hogy azt értsék, akkor az egy szerencsétlen dolog lenne, mert hisz ez az egész társadalomnak a javát kéne, hogy kell, hogy szolgálja. És a páva kiváló alkalom arra, hogy nagyon-nagyon széles körben ez közismerté váljon. És sose felejtem el, amikor én szentendrei vagyok, és amikor olyan ismerősökkel találkozom, akik egyébként nem szakmabéliek, más művészeti ágak, és amikor kicsattanó, hogy most a lelkesedéssel beszélnek, hogy milyen szép produkció volt, és hogy milyen értelmesen beszéltek a fiatalok arról, hogy miért csinálják ezt, hogy itt tényleg nem egy tananyagnak a visszaadásáról van szó, hanem azonosulással. Tehát a zenei anyanyelvünkkel való azonosulásról van szó, és ez a lelkesedés, ez jelzi azt, hogy igenis szükség van. Van ilyen szakmai találkozókra is nagy szükség van, ahol, hogy úgy mondjam, egymás között vagyunk, és egymás értékeit felismerjük, segítjük egymást, együtt fejlődünk, a zsűri, a résztvevők mindannyian. Nagyon sokszor az értékelés olyan formán történik, hogy mindenkinek az erényéből vagy esendőségéből mindannyian tanulunk. Hát persze ezt nagyon finoman hozzuk létre ezt a szituációt, hogy nehogy valaki ezt visszavessen, hanem hogy mindenki tudjon ebből tanulni, tehát a másnak a kis problémájából én magam is tudok profitálni, de szükség van ezekre a nagyobb nyilvánosságot adó, hát hogy úgy mondjam, nagy PR értékkel bíró rendezvényekre is, úgyhogy a pávát mi ilyen értelemben nagyon szeretjük és fontosnak tartjuk, hogy az egész társadalom megismerje mindazt, amit mi a próbateremben, otthon a gyakorlás intimitásában végzünk évtizedek óta. A korábbiaktól eltérően ezúttal az ifjúság és a felnőtt korcsoport mellett külön hirdették meg az indulást 14 éven aluli gyermekeknek, mivel a legtöbben az ország népzenei oktatást végző művészeti iskolák diákjai közül jönnek. Ez a legény híres bicskás,
óvodás koromban ismerkedtem meg először óvodai foglalkozások keretében, aztán lettem úgy harmadikos, amikor úgy döntöttem, hogy elkezdek hegedülni. És ez azóta is töretlenül? Igen. A családban is van egyébként népzenész? Nincsen. Zenész sincsen, nem hogy népzenész. És mit szóltak a szüleid, rokonság, hogy te szeretnél zenélni? Örültek neki. Minden muzsika az úgy maradhat fönn, illetve minden kulturális érték, hogyha azt van, aki művelje és tovább adja. És a magyar hagyományok pontosan ezen alapulnak, hogy viszik tovább, adják tovább a fiatalok, a még fiatalabbaknak, remélem még fiatalnak számítok, itt ezt szerettem volna megjegyezni. Tehát, hogy az a lényege a dolognak, hogy szájról szájra hagyományozódik, vagy fülről fülre, vagy kézről kézre, és itt ez egy ékes példája annak, hogy a népzene még mindig a legkisebbek, a legfiatalabbak körébe is él, és élni is fog. Két lyukam tavaly, másik harmadik évi, ha tudtátok, nem a tiétek, miért adtatok enni? Én pedig a kakasomat nem hagyom levágni. Lyukam kender magos, ígyunk rá, akkor mám az, hogy megvan már a búvos. Fontos ez a bonyhádi találkozó ebben az egész magyarországi népzenei életben. Nyilván a gyermekkorosztály a legnépesebb, hiszen az alapfokon tanulnak a legtöbben. Az ifjúsági korosztály már, akik egy kicsit a szakma felé kacsingatnak, és a felnőtt korosztály az már tulajdonképpen azt jelenti, akik tulajdonképpen már eldöntötték, hogy talán a népzene, a népdal éneklés az életüknek a része lesz. Mindez azért nagyon jó, mert tényleg most már rendesen fölállt a rendszer. 10 éves évfordulóját ünnepelte az Liszt Ferenc Zeneművészet Egyetem népzene tanszéke. Azt szoktam mondani, az a szülő, aki a gyermekét népzeneszakra iratja, alapfokú művészeti iskolába, vagy engedi, bizony az nem felelőtlen, mert hogyha a tehetséghez, a gyermek tehetségehez szorgalom is társul, akkor a középfok és a felsőfok teljesítése után valóban élethivatása lehet most már bármelyik magyar fiatalnak a népzene. A találkozón elhangzó műsorszámok szinte az egész Kárpát-medence népdal és népzenei irodalmából merítettek. A hangszeres előadók mások mellett citerán, Tekeről Anton, népi hegedűn, népi furulyán szólaltatják meg az autentikus magyar népzenét. Míg a színpadon megállás nélkül zajlanak a tehetséges zenészek és énekesek fellépései, addig az előtérben is muzsika szó tölti be a teret, épp Tatai Ernő hangszerkészítő tamburáit próbálgatja egy zenész. Második alkalommal vagyok itt Bonyhádon, kis hangszerbemutatóra, és hát már sok helyen megfordultam, Budapesttől kezdve nagyon... Ez a 6. kiállításom ebben az évben, és az idén megkaptam a Népi Iparművész címet, és most felkértek megint, hogy Bonyhádon kicsit tájékozó jellegű mutassam be a hangszereimet. Hát hoztam primtamburákat, 10 darabot körülbelül, és akkor hoztam a kísérő hangszereket, a B-tamburát, mint bassprim, dallamjátszó hangszer, a tambura zenekarban, és akkor hoztam kontrát, 2 darabot bemutatni a fiataloknak, hogy hát ha kedvet kapnak ehhez a szép hangszerekhez.
brilliáns a szervezés, évtizedek óta így van, és résztvevőként is, amikor az ember jelen van, akkor érzi a gondoskodást, a szeretetet, a figyelmet, és hát a zsűri pedig ennél az alkalomnál nem fugarkodik az érték ítélettel, tehát nem csak, hogy pontozunk, és valamiféle sorrendet állítunk föl a jelentkezők között, hanem bepróbálunk megerősíteni pozitív folyamatokat ott, ahol esetleg valamit korrigálni érdemes, azt szeretettel ugye megjegyezzük. Tehát azt hiszem, hogy azért is szeretik a résztvevők is ezt a versenyt, mert ez nem úgy verseny, hogy egyszer csak kiderül, hogy én hol vagyok, hanem kapnak segítséget is a továbbfejlődésükhöz. A produkciókat 4 tagú zsűri, Juhász Katalin néprajzkutató, Eredics Gábor, Mohácsi Albert és Vizeli Balázs népzenészek értékelték, a legjobbak nívó, illetve kiemelt nívó díjat kaptak.